Továbbra is megoszlik az ellenzéki pártok véleménye, hogy jól alakulnak-e az önkormányzati választás előkészületei a fővárosban. A DK például tegnap még arról beszélt, hogy nem végleges az ellenzéki megállapodás. Ma már úgy látja az egyik DK-s politikus, hogy minden kerületben teljes az összhang. Ehhez képest például az 5. kerületben jelen állás szerint legalább 3 ellenzéki jelölt lesz. Hát hajrá! Egymást bíztatták csütörtökön az ellenzéki pártok önkormányzati képviselőjelöltjei a 16. kerületben. Egy nagyon jó csapattal kívánunk fölállni, 12 jelöltünk megvan. Nemes Gábor polgármester jelölt szerint sínen van az együttműködés, és az egyetlen független induló mellett a DK és a Momentum 3-3, az MSZP 2, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik pedig egy-egy jelöltet állított. Jelenleg nincsen pártom, független vagyok, viszont borzasztóan büszke vagyok arra, hogy Nemes Gábor által vezetett csapatnak és annak a 6 párti, én az összefogás szót nem szeretem, de a szövetségnek a része lehetek. Gyénémet Erzsébet, a DK fővárosi képviselője szintén azt hangoztatta, hogy minden kerületben nagy az összhang. Ugyanúgy, mint Budapest minden kerületében, itt a 16. kerületben is teljes együttműködéssel, teljes összefogással indul az ellenzék az őszi önkormányzati választáson. Az összes tárgyalás mindig abba az irányba ment, hogy senki nem tudta, hogy miről beszélünk. A tárgyalásokat viszont a liberálisok egyik jelöltje így idézte fel az újság. Szabadai Viktor, a párt 5. kerületi polgármester jelöltje szerint az ellenzék megint cirkuszt csinált az egyezkedésből, miközben Lipótvárosban ő például már tavaly bejelentette, hogy versenybe szállna a kerület vezetésért. Volt egy ilyen őrület, hogy sokkal jobb ötletük, meg, mert jobbat tudnak, meg majd jobb lesz. Ne én induljak, majd ők megmondják, hogy ki induljon. Az MSZP azonban végül Tüttő Katának harcolta ki a polgármester jelöltséget. Ez egy súlyos politikai hiba. A liberálisok szerint a szocialisták így felrúgták a korábbi megállapodást. Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani, mond, idézek egy klasszikust. Most ebben a helyzetben a Magyar Szocialista Párt nem tűnik tisztességesnek. Ahogy szerinte a Jobbik sem. Az 5. kerületi alkudozást ugyanis az is bonyolítja, hogy ők is saját jelöltet indítanak a kerületben. Lipótvárosban így egy helyet már is 3 jelölt szállna ringbe ősszel. Ez a mai nap Budapest történetének egy nagyon fontos fordulópontja. Közben hiába jelentett be Karácsony Gergely 6 párti választási szövetséget Budapesten, a főváros több kerületében is akadozik az együttműködés. Ferencvárosban például azért kell előválasztást tartani, mert a pártok nem tudtak megegyezni, hogy az LMP és a kétfarkú kutyapárt által támogatott Baranyi Krisztinát vagy a Momentumos Jancsó Andreát indítsák. Amikor pedig megszakadnak a tárgyalások, akkor egyből hátba támad minket. És állabál vidéken is. Debrecenben kedden csak a Jobbik, az LMP és a Momentum nevezett meg közös jelöltet, mert a DK-val és az MSZP-vel zátonyra futottak a tárgyalások. A kudarcos együttműködési kísérlet miatt a pártok itt is egymást hibáztatják.